Sziasztok, de Simszala Csiszt vagyok, ez pedig itt a Rex Story Csiszt nevű sorozatomnak a következő része, és az előző részben lediplomáztunk, és beiratkoztunk újra egyetemre. Szerencsére a szobatársaink még mindig itt vannak, viszont azóta olvastam egy fórumot, amiben azt mondták, hogy sajnos a szobatársak nagyon begosak, és akkor is el fognak költözni, mindegy mit csinálok, hogyha minden szükségletük teljesen megfelelő is ki van elégítve. Szóval egy kicsit aggódom amiatt, hogy ők el fognak menni, de egész sokáig kitartottak eddig, szóval egyelőre optimista vagyok. Nem tudom, hogy mikor fog megjavulni ez a bug, de remélem, hogy hamar. Mora nem tudom, hogy miért a kanapén szunyókál. Igazából jó lenne, hogyha az ágyban aludna. Mit szólnál egy rendes alváshoz, Mora? Szerintem tök jó ötlet, most a gyerek is alszik, kivételesen te is tudsz majd aludni. Jaj, mondd, hogy nem halsz meg. Istenem, ne, hogy meghaj. Oké, tudjátok mit, ezt mindenképpen fel kell javítanunk ezt az ágyat, mert ez így nem mehet tovább. Na, ez tökéletes javítási opció. Csökkenti a gyakoriságát annak, hogy az ágy elromlik. Ez az, amire nekünk szükségünk van. És kérlek, Piper, amíg anya szerel, maradj csendben. Úgy gügyögjál magadba, és feküdj ott egyedül. Semmi baj, minden oké lesz, csak várd meg, amíg kialusszuk magunkat, és megszereljük ezt a szerencsétlen ágyat. Ó, 142-t perkáltak a szobatársak. Úgy érzem, nem ebből fogunk megélni egyébként, pedig gondolkoztam azon, hogy építek majd a végén egy nagy házat, és lesz vagy 10 szobatársunk, és akkor tök jól fogunk járni, meggazdagszunk. Ó, nézzétek csak, ki van itt. Jött meglátogatni a gyereket. Beengedjük szerintetek? Igazából behívhatjuk, joga van látni a saját gyerekét, nem? No. Addig mi eszünk egyet. Végül is a barátságunk nem ment le, ha jól láttam. Szóval elvileg még barátok vagyunk. Csak nagyon utáljuk egymást romantikus értelemben, amit nem tudok elképzelni nagyon. Hey, mi nem tortát eszünk. Csak tortátok van. Akkor csináljunk tojást és pirítóst. Megkaptuk a diplománkat, amit kirakhatunk a falra, hogy büszkelkedjünk benne. Sajnos nem lett dicséretes, de nem baj, mégiscsak egy fizikus diploma. És van egy ballagós fényképünk is, ami nagyon-nagyon aranyos. Adjunk hozzá egy képkeretet, legyen mondjuk nem ilyen. Legyen ilyen, hogy ilyen a diplománkhoz. Mennyire szép már rajta, Mora. Ezeket el lehet adni amúgy? A diplomát nem lehet eladni, érdekes. Megmaradt a házi feladatunk is, pedig már nem vagyunk egyetemisták. A képek pedig nem igazán akarnak eltűnni onnan. Jó, berakom a kajákat a hűtőbe, hogy ne romoljanak meg a tortát, meg kitopom, mert nem szeretném, hogyha itt hízókúrába kezdenének a szimek karantén idején. Javítsuk meg a csapot is, bár lehet, hogy inkább aludnunk kéne úgy most, mert be fogunk ájulni. Tudjátok, mit a csap várhat? Előbb aludjuk ki magunkat egy picikén. És úgy látszik, hogy gyerekünk apja nem igazán érdeklődik, majdnem azt mondtam, hogy Mora iránt, de Piper iránt. Lehet, hogy nem is hozzáérkezett, csak a lakotársainkhoz. És egyébként még azt is olvastam, hogy most lefeküdtél aludni, és kijöttél beájulni ide. Wow. Jól van, Mora nem igazán logikusan működik, de gondolom Piper sírt, és ahelyett, hogy foglalkozott volna vele egy piciként, inkább kijött beájulni. Viszont ez azt jelenti, hogy mielőtt megpróbálunk újra aludni, foglalkozunk el egy kicsit a gyerekkel, bár szerencsére az apja kezelésbe vette, csak az a baj, hogy idegen szímek nem cserélnek rajtuk pelust, meg ilyenek, csak összetapizzák, meg megnyugtatják, de azzal nem sokra mennek, hogyha éhen hal közben a gyerek. Na most amúgy akartak volna valamit csinálni. Elköszöntek ezek szerint, és Ignáció is itt van. Mi az a nagy apa felhozatal, vagy ilyen párkapcsolat felhozatal. Mindenki megjelenik itt, akihez valaha közünk volt. Ez kezd egy kicsit fura lenni. Morának el kéne költöznie, túl sokan tudják a címét. Amúgy vicces, hogy a címek mindig tudják, hogy ki hol lakik. Miért nem cserélted le a pelusát? Ilyen biztos azért, mert ott állt az apukája, és ezért nem fért oda, mármint a gyerek apukája. Beszélgessünk a babával, gringassuk meg ilyenek, és akkor talán jó lesz. Egyébként itt meg lehet ugye nézni, hogy hol van a születésnapja a gyerekeknek, ezt írta valaki kommentben az előző rész alatt. Amúgy tudom, csak
nem nagyon használom a naptárat úgy egyébként a játékban, mindig elfelejtem, hogy létezik, és szerdán fog felnőni tipegővé, ami már a következő szemeszterünknek lesz elvileg az eleje. Be is kell iratkoznunk, bakker. Mert most már vasárnap délután 4 óra van, elég szíves lenne, hogyha a következő hetet nem kezdhetnénk az egyetemen. És megnézem, hogy milyen szakokat választhatunk. Most szeretnék a másik egyetemre járni, Foxbury-re. Talán a Computer Science lenne a legjobb, ami hozzánk illik. Igen, a freelance programmerben például nagy boostot jelent, szóval próbáljuk meg ezt, és vegyünk fel 2 órát, csak 9 tárgyat kell teljesítenünk. Akkor ez ilyen mesterképzésszerű azért, ennyivel kevesebb. Fura, hogy egyébként a mesterképzésnek nem feltétele az, hogy elvégezzünk egy alapot. Az tök jó lenne egyébként, így még lenne is értelme. Jó, maradunk itthon, és kaptunk ösztöndíjat, de csak egyet. Ami nem lehet. Mindegy, a maradékot kifizetjük hitelből. Nem szeretnénk most a saját pénzembe költeni. Az a lényeg, hogy beiratkoztunk, majd foglalkozok a többi ösztöndíjjal később. És még mindig nem aludtuk ki magunkat, a gyerek viszont alszik, szóval most kell lecsapni a lehetőségre. Nem tudom, hogy miért hősködök itt Morával, és próbálok mindent megszerelni az égvilágon, ami elromlott, de igazából az is nagyon fontos, mert a lakótársak panaszkodni fognak. Mi ez a sok születésnapi torta? Tegyétek már el! És dobom őket. Most arra gyűjtök, hogy át tudjam alakítani a házunkat egy kicsit. Viszont arra is gondoltam, hogy ez a baj a lakótárs szimeknek, hogy ha belépek Build and Buy módba, és átalakítom kicsit a lakást, és akkor valamiért úgy gondolják, hogy egy bútor, amit arrébb raktam, az nem használható. Ne haragudj, Ene, milyen kis öreg vagy, nagyon cukinált rajtad a sapit, de most nem tudok elmenni veled találkozni, mert elég alacsonyan vannak a szükségleteink. És megnézem egyébként, hogy mire van szükségünk az egyes órákhoz. Házi feladatokra és beadandót kell írni az egyikre, a másikra pedig be kell mennünk majd pénteken vizsgázni. Ez nem tűnik nagyon teljesíthetetlennek, meg Mora már amúgy is nagyon rutinos az egyetemi létben, úgyhogy neki biztosan menni fog. Ki ez a néni? Ja, ez a lakótársunk. Miért álltál föl, Mora? Csak ezért szabad. Játszunk valamit, mondjuk Sims Forever-t. Jól hangzik. Nézzük, Mora hány szimet gyújt ki, mi alatt játszik. Valószínűleg többet, mint én. Viszonylag ritkán gyilkolom a szímeimet, ami lehet, hogy egy kicsit szomorú, de teljesítettük a New Skill Date azzal, hogy most videójátékozásból szereztünk egy új skill pontot. Piper ilyen mindenki gyereke, mindenki őt kényezteti, és elég rosszul van, szóval mehetünk megint gondoskodni róla. Ami pedig rosszabb, hogy a szükségleteink ugyanúgy lent vannak megint. Jaj. Ne. Hey, tűnés onnan, néni. Gondoskodni akarok a saját gyerekemről. Menj már innen. Tök idegen néni vagy, míg én se ismerlek, és piszkálod a gyerekemet. Megérdemled, hogy nem tetszett neki. Ez meg valamelyik lakotásunknak a barátnője. Mármint, hogy csaja barátnője. Az előbb még csávóik voltak. Nem is kevés. Most meg már nőket hoznak fel. Elfogytak a férfiak ebben a városban. Legalábbis ahányat felhoztak, én erre tudok következtetni. Mindent megcsinálunk Pipernek, hogy jól legyen, és túléljen még pár percet, amíg anya játszik. Aztán kezdjük előről az egészet. Tök jó lenne kihívni egy dadust, de azt enyhén csalásnak érzem, meg pénzpazarlásnak. Ott volt egy vámpír. Itt egy vámpír. Elég érdekes kiegészítő választás, ami rajta található, de hát ízlések is pofonak. Kezdem egy kicsit megunni, hogy ennyi ember mászkál a házunkban egyébként. Most nem fogok odaférni a laptopomhoz. Te. Jaj, ne flörti. Nem akarok több párkapcsolatot most Mora életében. Egyelőre el vagyunk azzal a gyerekkel, meg az egyetemmel. Meg tudom mondani neked, hogy itt beszélgessünk. Gyertek ki. Gyertek ki, tömeg. Így. Itt tökéletes helyen vagytok. És mi meg megyünk játszani. Csá! Nagyon ki vagyunk merülve még mindig. Éhesek is vagyunk, fáradtak.
unatkozunk, vagy hát idegesek vagyunk, elég rosszul áll a szénánk, és még el sem kezdtünk készülni az óránkra, pedig ma már, nem, ma még nem megyünk órára, de ebből kéne mennünk reggel 8-kor. Biztos valamilyen ünnep van most. Milyen ünnep van? Nincs semmi különös. Akkor miért azt írja, hogy 3 nap múlva megyünk? Amikor be van jelölve a hétfő. Viszont nem csináltunk rá házit, szóval igazából jó lenne, ha tényleg 3 nap múlva kéne menni először. Ennyi videójáték elég lesz mára. Talán ezzel kihúzzuk a napot. Ti meg ne beszélgessetek majd, míg mora eszik, mert akkor 20 év be fog telni. Oké, végre mehetünk aludni. Van 3 óránk aludni. Mora az elég lesz. Jaj! Piper, az Isten áldjon meg, hogy nem bírsz csendben maradni egy pár órát. Csak 3 órát akartunk aludni. Olyan nagy kérés ez. Tipikus baba vagy, Piper. 3 óránként felkelted az embert, vagy gyakrabban. Nem megyünk veled sehova. Nem látod, hogy gondjaink vannak? Mennyi az idő? Már 10 óra? Jaj. De nem tudok menni az órára, szóval... Igazából mindegy. Nem volt itt ez a kis gombocska, hogy beküldjük Morát. Ez azt jelenti, hogy akkor van időnk egy kicsit házi feladatokkal foglalkozni. Jaj, nem, megjöttek a számlánk, és tartozunk 173-mal. Ezt gyorsan kifizetjük. Tanulás után. Ah, Piper már megint megőrült és büdös. Lehet, hogy kevesebbet kéne etetni, akkor talán nem kakilna annyit. Ez gonoszság lenne? Vajon mennyi idő alatt halnak éhen a gyerekek? Nem. Anna, ne adogasd meg a telefonszámunkat senkinek. Nem érdekelnek az emberek. Készen vagyunk a házi feladatokkal? Nézzük csak. 25%. Ezt meg el se kezdtük. Segítek itt eltakarítani, mert teljesen a feje tetejére állt ez a ház. A tortát természetesen kidobjuk. Mi lenne, hogyha a tortán kívül valami normális ételt is készítenének? Tök jó lenne. Ki kéne takarítani a fürdőt? Már egy másodpercre azt hittem, hogy a lakotásunk lesz olyan jó arc, hogy kitakarít, de nem. És Mora tortát eszik. Nagyon örülök neki. A cél az, hogy ennek a résznek a végére valamit azért tudjak csinálni. Nem megyünk veled fesziválozni. Szóval valamit azért tudjak csinálni ezen a házon, mondjuk megfelelő mennyiségű ablakot helyezzek el benne, vagy valami ilyesmi. De úgy érzem, hogy erre sok esélyem most nem lesz. Mert nem állunk túl jól pénzzel, semmi pénzkeresési lehetőségnek nem tudtam még nekiállni. Mara, elég legyen, tanuld ezt a házi feladatot. Vagy írjad, vagy csináld. Mindegy. Nem tudom, mi a feladat, úgy látszik, hogy csak olvasni kell, szóval tanulj. Készen van a házid? Addig nem piszkálod a gyereket, amíg nincs kész a házi. Jó, oké. Megengedem, hogy piszkáld Pipert, mert készen vagy. Nagyon büszke vagyok rád. És szórakozhatunk egy kicsit. Ó, Anna itt van, őt viszont azért behívjuk. Mert szeretném, ha láthatnám még az unokáját. Aztán majd maximum utána nem foglalkozunk vele, mi ez a kaja itt. Visszarakom a hűtőbe, mert még jónak tűnt. Remélem nem másztak bele a hangyák. Anya-lánya délután van itt. Kis cukik. Anának is hoznia kellett volna egy laptopot, aztán itt csapathatták volna a játékokat. Aludjunk megint egy kicsit, szerencsére Piper is alszik, szóval talán kivitelezhető egy pár óra nyugalom. És nem tudom, hogy befejeztem-e egyébként, amit még valahol a rész elején elkezdtem mondani, hogy azt is olvastam a fórumon, hogy a lakótársak nem szeretik, ha a francia ágyban kell aludniuk, úgyhogy nagyon nagy valószínűséggel ezért ment el az apukája Pipernek, mert nem igazán tudta hova rakni a Murphy ágyat, hogy le kell hajtogatni, és csak az egyik fele az övé, stb. Stb. Szóval, bár elvileg úgy tervezték a játékot, hogy működjön, azt, hogy francia ágyban alszanak, ez nem jött össze, ezért az ő elköltözését úgymond megértem. A többiekét kevésbé. Csináljunk kaját, legyen mondjuk ilyen babos valami, és neki kéne állnunk megírni a beadendónkat, meg hát aludnunk is kéne. Te kihez beszélsz? Ez a Piper is alszik.
Remélem most csak pelenkacsára kell, mert én meg nem etetem még egyszer, hogy összecsinálja magát nekem reggelig 6-szor. Úgy ügyes vagy, Piper, aludjál csak. Amikor alszol, olyan cuki vagy... Istenem. Jó, végül is kialudtuk magunkat nagyjából, szóval nem akkora para, hogy most felébresztett. Egy kicsit levelezgetünk az ösztöndíjak ügyében, mert így nem leszünk hivatásos egyetemisták, hogyha nem kapunk ösztöndíjat. Tudunk még pályázni, és akkor a következő fél évben remélhetőleg meggazdagszunk. Úristen, mennyi van? Hát az e-sportosat nem szeretném, de a többi jöhetne. Jó, jelentkeztem az összes ösztöndíjra, kivéve a sportosat és az e-sportosat, mert sajnos ezekhez kötelezően járnunk kell az iskola utáni elfoglaltságokra, és én ezt nem szeretnék. Remélhetőleg ebből legalább a felét megkapjuk. És most foglalkozunk egy kicsit Piperrel, mert megint összecsinálta magát szerencsétlen. És kezdelegem lenni Piperből, ez az igazság. Örülnék, hogyha most már úgy mondjuk gyerek lenne. Azzal ki tudnék békülni, akkor én megmondhatnám neki, mert mint hogy irányítgathatnám én, és mondhatnám neki, hogy vegyem kaját a pultról, meg ilyesmi. Most nem tudom, mit csinálsz Mora, de nem tetszik, hogy a mischief skilled megy fel, úgyhogy javítsuk meg azt a vécét, aztán utána játszunk valamit. Mikor megyünk legközelebb órára? 6 óra múlva. Az már mindjárt itt van. De a házi feladatunk legalább kész. És igazából a beadandót nem kell megcsinálni egyik óráról a másikra. Úgyhogy még van időnk. Nem akarunk kertészek lenni. A néni meghatározottan zavar a hegedülésével. Tűnik Morát is. Igazából egész eddig nem hegedült, amíg nem volt semmi dolgunk, mert tudta, hogy nem zavarja a munkálatainkat, de most már nagyon idegesítő, hogy a fél év közben meg neki jel. Piper ügyesen csicsikel. Ó, mi meg már jól vagyunk, nem is értem, miért hagytam Morát ilyen sokáig játszani, nem tesz jót neki, hogyha fölöslegesen pazarolja az idejét videójátékokra. Mondom ezt én. Tudjátok mit? Az lenne a legjobb ötlet, hogyha Pipert beraknám a szobatársaknak a szobájába. És úgy látszik, Mora is összecsinálta magát. Már tudom, hogy Piper honnan örökölte. Egy óra múlva megyünk órára, akkor már nem tudunk aludni. Sőt, semmi értelmeset nem tudunk csinálni. Elfogadták a házi feladatainkat, sőt, azt mondták, hogy nagyon jól teljesítettünk. És te miért jársz hozzánk vissza újra meg újra? Vissza akarsz minket hódítani? Hát sajnálom, nem fog összejönni. Tudjuk, hogy egy kis gonosz fú vagy. Nem akarok csúnyákat mondani rá, de tudnék, úgyhogy nem fogjuk visszafogadni. Azért Morának ennél több önbecsülése van. Majdnem azt mondtam, hogy önbecsülete, de önbecsülése van. Inkább leszünk egyedül, és neveljük Pipert egyedül, mint hogy eltűrjük annak a csávónak a rossz indulatú üzengetéseit és kritizálását. Mi van veled, Piper? Állandóan van valami bajod? Te csaj, tűnj onnan! Éppen szeretnék beszélgetni a gyerekemmel, hogy mondja meg, hogy mi a szöz baja van. De ez így egyébként egy nagyon aranyos kis jelenet lenne. Nem hiszem el. Most már nincsen semmi baja. Ennyit akart a gyerek, hogy pár idegen néni meg dajkálja. Ez nem baj, túl nagy probléma. Álljunk neki megírni a beadandónkat. Most úgyis nagyon-nagyon jók a szükségleteink, úgyhogy ki kell használni ezt az időt. Azt nem tudom, hogy hogyan akarok pénzt keresni, mert ebben a részben még egy fillért nem kerestünk, de fizettünk számlánkat. Úgy érzem, hogy megragadtunk ezen az egy szinten. Piper persze megint visít, mint hogy a muszáj lenne. Pláne a lakotások elszórakoztatják, de úgy érzem, hogy most már valami teljesen más baja van. Egyébként úgy érzem, hogy Mora nem áll annyira közel a saját gyerekéhez, mint a többi karakter ebben a sorozatban. Valahogy úgy szegény gyerek csak becsúszott, és Morának annyi más problémája van, amivel foglalkoznia kell. Hogy valahogy ez úgy nem fér bele neki, hogy babázzon. A legközelebb pedig szerintem Jesse és az ikrek álltak egymáshoz, vagyis hát az a család, mert ott azért már volt esküvő, meg minden, még nem voltak tök gazdagok, de olyan szeretetben nevelték őket, úgyhogy az volt a legcsaládiasabb évad eddig. Nem vagy éhes, akkor ne edd meg, menjél aludni. Piper, légy szíves!
Piper, nem bírlak elviselni, komolyan mondom. Lehet, hogy Mora azért nem áll közel Piperhez, mert én nem állok közel Piperhez, pedig amúgy olyan cuki és olyan jó neve van, és minden, és valószínűleg őt is nagyon szeretni fogom, mikor felnő, de jelenleg katasztrófa. It's Piper's birthday! Végre. Mondjuk nem tudom, hogy miből fogunk tipegő cuccokat venni. Illetve egy óra múlva megyünk órára. És egyébként pénteken megint vége lesz a fél évnek, ami nagyon-nagyon közel van. Menjünk órára. Piper pedig ilyenkor elküldik... miért nem mész órára? Ott volt a kis feje a teendők listáján, hogy megy órára, és erre úgy döntött, hogy kinek kell az? Így is mindent tudok. Ó, és ráadásul nincs is megcsinálva a házi feladatunk az egyik órára. Úgyhogy amint hazaérünk, azt pótolnunk el, sőt, mire hazaérünk, mert ebből is írhatunk házit. Tényleg teljesen szanaszét vagyunk. Hé, ki hagyta itt ezt a kupit? Őrület. Most olyan közepesen teljesítettünk az órán, nekem az teljesen megfelel. Kérdezzük meg Pipert, hogy mi a baja. Lehetne valami ilyen szingli anyuka ösztöndíj is. Úgy egyébként megjöttek a leveleink, nézzük meg, mi van benne. Kaptunk pénzt. Na most végre kiderül, hogy milyen ösztöndíjakat kaptuk meg. Megnyertük a szegényeknek valót, megkaptuk a kajásat is, viszont a Brightchesteri lakososat nem. Lakososat? Nem tudom, hogy ezt hogy mondják. De a barkácsolósat is megkaptuk. Te most mit csinálsz, Mora? Mora? Mit csinálsz? Miért táncolsz? Nincs is itt, hogy táncolsz. Valószínűleg örült a megnyert ösztöndíjaknak, vagy nem tudom, mi volt ez a tánc, de... Egy másodpercre megijedtem, hogy beakadt a játék. Ez a néni pedig megeszi az agyamat a hegedűjével. Kezdem feladni. Nem lehet olyan dolgot csinálni a beállításokban, hogy lenémítjük a hangszereket? Én csak azokat nem akarom hallani a játékból, mert kikészítenek komolyan. Viszont Piper fel fog nőni, és nem tudom, hogy mit fogok kezdeni ezzel az információval később, vagy ezzel az eseménnyel. Mondtátok, hogy adjam el ezeket a konyhaszekrényeket, amik amúgy abszolút pénzpazarlások voltak, ez igaz. De azért nem akarom eladni őket, mert élő módban vagyunk, és hogyha már a Build and Buy módból átléptél az élő módba, akkor csökken az egyes bútoroknak az értéke, hogyha megnézitek. Ezek a konyhaszekrények jelenleg 135 szimóleumba kerülnek. Ha ezt el akarom adni, akkor 108-ba kerül. Úgyhogy bukok rajtuk pénzt. Ezért maradnak. Kéne vennünk egyébként tévét is, mert azt kaja közben is tudja nézni. És egy kicsit jobban haladnánk itt a dolgokkal. Te! Tűnés, nem érdekelsz minket. Piper kérlek, bírt ki, amíg alszunk. Hát persze, hogy nem bírja ki. Kiderült, hogy a szomszédnénink, vagy nem szomszéd lakótársnénink gonosz. Tehát ő a legtüncibb ember ever. Mindig kitakarított, meg minden, meg ölelget minket. Fará, mik derülnek ki rólad? Ennyi ideje velünk éltél, és titkolóztál. Nagyon jól rejtegetted, hogy gonosz vagy. Piper, légy szíves, szedd már össze magad. Jó, mindegy, szerkesszük meg egy kicsit a beadandónkat. És aztán be is adom, mielőtt elfelejtem megcsinálni péntekig. Ez az, sikerült megszerkeszteni, most gyorsan beadom. Jó, és elmegyünk mosdóba. Megfürdünk. Játszunk egy kicsit. Aztán alszunk. Pipert meg kirakjuk a szobából, mert szükségünk van arra az alvásra. Bocs, Piper, most már a folyosón alszol. A néni elhapolt előlünk a saját laptopunkon. Na, odaadja, de rendes. Na jó, még gondoskodunk Piperről, mielőtt lefekszünk aludni. Azért ennyi lelkiismeretünk van, de aztán nem kelünk fel arra, hogy ő most éppen összekakeszolta magát. Te néni, ne rongáld a gyerekünket. Úgy, takarítani ezt takaríthatsz. Nekünk meg is kell még szerelnünk azt a zuhanyzót. Mikor megyünk órára? 12 óra múlva, jó, az még messze van, annyi idő alatt ki tudjuk aludni magunkat. Ennyi szórakozás, bőven sok volt. Nem ment fel maxra, de elég lesz. És most nem tudnak zuhanyozni a lakotársaink, amiért elromlott a zuhanyzó. Valamiért tőlünk várják a megoldást, ők nem hajlandóak megmozdítani a kis kacsójukat. Szóval remélem, hogy reggelig még nem fognak panaszkodni arra, hogy nem tudják kielégíteni a szükségleteiket.
Holnap lesz Valentin nap. Ki ez a csávó, miért hív minket? Azt kérdezi, hogy akarunk-e adományozni. Inkább én kérdezem meg, hogy ők akarnak-e nekünk adományozni. Nem is tudnánk miből adakozni. Javítsuk meg a zuhanyzót, aztán javítsuk meg a gyereket, és együnk valami finom reggelit, remélhetőleg már nem csak torta van a hűtőben. Kimaxoltuk a szülői jártasságon. Ami érdekes, még fel se nőtt a gyerekünk, egy óra múlva megyünk órára, a házi feladataink remélhetőleg elkészültek, igen, szuper. Jajaj, 10 percünk van. Morán ne beszélgess addig. Ne haragudjatok, hogyha néha Morát lenágyázom, valamiért az ő neve van most a fejemben egész nap. De egyébként nem tegnap volt a születésnapja Pipernek? Nem, csütörtökön. Most ma van a születésnapja. Én eskü úgy néztem, hogy szerdán van, de igazából nem zavar, mert nem akarok tipegő dolgokat vásárolni. Oké, egész jól teljesítettünk, elmehetünk mostóba. Ezt feltakarítom, és azon gondolkodtam, hogy feljavítjuk a zuhanyzót. Sajnos nem tudjuk feljavítani úgy, hogy ne törjön el többet. Lehet, hogy ahhoz magasabb szkére van szükségünk. De minden esetre az is jó, hogyha felgyorsítjuk a zuhanyzásnak az idejét. Hívjuk ide ezt a nénit, mert nem akar elszállni a számítógépünk elől. Megint bevetjük azt a tökéletes technikát, hogy kivezényeljük az embereket az udvarra, hogy ott társalogjanak, és aztán odaülünk a géphez. Gyerünk, Mora! Ne! Talk about cooking. Úgyis szeret tartákat csinálni, biztos elvezi ezt a skillt. És beszélgessünk itt. Mindenkit kihívunk a házból. Egy kis magányra van szükségünk. Lehet, hogy be kéne raknunk a számítógépet a szobánkba, és be kéne zárnunk az ajtót úgy, hogy csak mi és a szobatársaink mehessenek be, mert a szobatársainkat nem akarom eltiltani a számítógéptől. Viszont nem akarom, hogy a sok vendég ott üljön a gép előtt, és ne tudjunk dolgozni, amikor akarunk. Piper meg most tök jó kislány. Jól bírja. Biztos tudja, hogy szülinapja van. És ez az utolsó alkalmunk, hogy kielvezzük azt, hogy ő baba. És milyen cuki. Elég jó a kapcsolatunk egyébként, tehát hogy a játékon belül nagyon jó a kapcsolatunk a babával, csak valahogy én úgy érzem, hogy úgy nem az igazi. És azért szeret minket, mert az anyukájuk vagyunk, vagy hát az anyukája vagyunk, és mi adunk neki enni, meg ilyenek. Mondjuk Morát nem igazán hagyja meg, hogy itt sír mellette a gyerek, de engem igen úgy, hogy gondoskodunk róla egy kicsit. Csináltál sütit, de cuki vagy. Köszönjük szépen. Nem tudjuk megjavítani? Miért nem tudjuk? Üljünk le, és úgy. Miért kaptunk 3-at? Biztos a lakástulajdonság miatt, a Penny Pixies miatt. Játszhatunk egy kicsit, miután megetted a süteményedet. Akkor mielőtt megeszed a süteményedet? 6 óra múlva megyünk vizsgázni, szóval arra nagyon-nagyon fontos, hogy odaérjünk. Ezért most a munkát egy kicsit elnapolom, és elküldöm negyed játék után enni, mosdóba fürdeni és aludni. Ez lesz a sorrend. Piper, hát vele kapcsolatban megreménykedünk, hogy nem fog meghalni időközben. Örülnék, ha nem fújnád bele a billentyűzetbe azt az akármit, mert úgy érzem, hogy legutóbb is ezen romlott el a gép. Olyan, mintha azt mondaná, rossz negyed. Ja, vagyis nem Nadja, hanem Mora. Látjátok, mondom, hogy Nadja neve van a fejemben, szóval rossz Mora, rossz. Mintha nevelne minket. Ez a legjobb kép, amit eddig csináltam a játékban. Imádom őket. Kicsit olyan, mintha asszisztálnának a munkájához. Mora mondja, hogy szikét, törlést. Ők megadagolják, nagyon tetszett. Te néni, ha nem hagyod abba a hegedülést, én kihajítom az ablakon. Jaj, nagyon-nagyon fáradtak vagyunk, akkor gyorsan-gyorsan el kell intézni a többi dolgot. Mondjuk zuhanyozni még nem annyira esős. Ehhez sütit, jó? Ez lesz a jutalmad, hogy ilyen ügyes vagy, egy ilyen sütit vacsorára. A babánk nem akar felnőni. Tegnap volt a születésnapja. De most ma van a születésnapja. Én ezt nem értem. És egy óra múlva megyünk suliba. Úgyhogy ezt egy kicsit elrontottuk. Vagyis vizsgázni ráadásul. Oda kéne érnünk. Na szép ügyesen elkéstem. Remélem, hogy azért még menni fog. Itt most nincs az a lehetőség, hogy csaljunk a vizsgán, meg ilyesmi pedig. Vizsga van, nem? Mi?
Megint nem fogadta el, hogy mi bementünk vizsgázni? Utálom ezt a játékot, mert mind nem utálom. De megint emiatt fogunk megbukni, pedig mi bementünk. Ez nagyon bosszantó, és a gyereket meg fel fogom növeszteni most, mert nem bírom, hogy mindig napokkal tolódik a születésnapja. Nem értem, hogy mi történt egyébként. Be van kapcsolva az öregedés, elvileg. Lifespan long. Beállítjuk normálra, mert ez túl sok gyerek volt nekem. Ne ess össze, még fel kell nőnie a gyerekednek. Akkor nem kell felnőnie annak a gyereknek. Illetve gondoskodunk kell róla előtte, mert nem szeretném, hogy úgy lépjen a tipegő korba, hogy teljesen ramatyul van. Ki rakta a kajáját a mi robotika asztalunkra? Ez a pofátlanság ne továbbja. Jó, egy kicsit keljünk fel, mielőtt meghal a gyerek, és aztán feküdjünk vissza. Vagy előbb növesszük fel a gyereket. Nézzétek, így fog kinézni. Vörös hajú lesz! Úgy örülök! Piper vörös hajú, visszatért a vörös haj. Legyen random tulajdonsága, nem akarom ezt a felelősséget, hogy én döntsem el, és az lehet, hogy ő önálló, vagyis hát független, ami azért király, mert nem fog sokat rajtunk akaszkodni, mint eddig, és természetesen őt megváltoztatom kicsit a tükörben. Kialusszuk magunkat, és élő módból mehetünk is build and buy módba, mert kellenek nekünk új cuccok. Vagyis nem nekünk, hanem Pipernek, és kéne hozzá hely is, de azon gyanúsan nincs. Mennyit kapunk? 1150-et, remélhetőleg abból kijön egy ágy, igazából 200-ból kijön, sőt 160-ból kijön egy gyerekágy. Többi mind drágább, akkor ez lesz a tökéletes választás, legyen belőle mondjuk narancssárga. Oké, ott fog aludni, kell mindenféle cuccos, kéne neki egy tablet, de az 500-ba kerül. Jó, először vegyünk inkább Billy-t, az a létfontosságú. Mi kell még egy gyereknek? Van ágya, van Billy-je, kaját kap. Jó, kap egy tabletet. Aztán karácsonyig egy szót se. Ó, és kell neki kád. Mindenünk elfért, elvileg minden megvan a gyereknek, és még továbbra is mini otthonban lakunk. Azért ellenőrzem. Szóval enni tud, mert kapni fog kaját. Pisilni tud. Figyelmet az anyjától kap, szórakozni tud a tableten, meg tudjuk fürdetni és aludni is tud. Szóval elvileg minden szükségletét sikerül kielégítenünk, viszont én elköszönök tőletek, mert már elég régóta játszom ezzel a résszel, remélem tetszett nektek ez az epizód, tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók, sziasztok!